Sziasztok! A mai az egy tag videó lesz, ami, hogyha jól emlékszem, akkor régen volt már a csatornámon, viszont nemrég láttam egy jó kis taget Lily Pebbles-nél, ami azért érdekes, mert én egyébként nem követem az ő csatornáját, viszont Amelia Lianát igen, és ezt a videót közösen csinálták. Ez a 10 YouTube titok tag, aminek a kérdéseit Lily Pebbles állította össze, és ezeket én lefordítottam magyarra, 10 kérdés van. Én úgy láttam, hogy ezt még más magyar videós nem csinálta meg, legalábbis azok közül, akiket én követek. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy miről szól ez a 10 YouTube titok tag videó, akkor tartsatok velem. A telefonomról fogom olvasni a kérdéseket. Az első kérdés az, hogy mi volt az első videód és fent van-e még? Direkt nem néztem meg, hogy vissza tudok emlékezni, hogy ezt majd csekkolnom kell, de nekem úgy rémlik, hogy az első videóm az egy smink videó volt, és egy ilyen barackos sminket készítettem el. Én legalábbis úgy emlékszem, de ezt majd ti is megnézhetitek, hogy ez így van-e. Én minden videómat fent hagytam, semmit nem töröltem le, igazából szerintem nem csináltam semmilyen nagyon ciki vagy nagyon gáz videót. Jó azt látni, hogy hova jutottam el az első videótól egészen mostanáig, szerintem sokat fejlődtem, mind képi világban, mind magabiztosságban, hogy hogyan beszélek a videókban, meg egyáltalán úgy minőségben. Én nem szégyellem azt, hogy régebben milyen videókat csináltam, sőt, inkább örülök neki, hogy ti is, meg én is láthatom azt, hogy honnan, hova jutottam el. A következő kérdés, hogy melyik a kedvenc videód a csatornádom? Nem tudnék egy kedvencet kijelölni, viszont nagyon szeretem azokat a videókat, amikben például a férjemmel vagyok, mert szerintem ezek mindig nagyon vidám és nagyon jó hangulatú videók, és a visszajelzésekből azt vettem észre, hogy ti is nagyon szeretitek. Szerintem a következő videó vele az majd 20 000 feliratkozónál lesz, amihez még kell néhányat aludni, de hogyha szeretnétek, hogy minél hamarabb meglegyen a 20 000 feliratkozó, és ismét csináljak a férjemmel valami jó kis közös videót, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogy ez minél előbb megtörténhessen. Amúgy meg nagyon szeretem még a kérdezfelelet videókat is, hiszen ilyenkor a ti kérdéseitekre válaszolok, picit közelebb érzem magam hozzátok azáltal, hogy megválaszolom azokat a kérdéseket, amik titeket érdekelnek velem kapcsolatban. A harmadik kérdés, hogy mi volt a legcikibb dolog, amit mondtál, vagy történt veled egy videóban. Nem feltétlenül videóban történt velem ciki dolog, inkább videózás közben, nem is feltétlenül mondanám cikinek, inkább ilyen vicces volt, ugyanis az történt, hogy leültem ugye videózni, full sminkben, vörös rúzsal, csini kis felső, alul meg ugye tréninglabrág volt rajtam, szóval elég viccesen néztem ki, hogy tényleg így deréktől felfelé egy ilyen alkalmi jelenség vagyok, alul pedig hát tréninglabrág van rajtam. Szóval nagyban videózok, amikor hallom, hogy csöngetnek, és jött egy futár, aki amikor ajtót nyitottam neki így vörös rúzsban, egy ilyen alkalmi felsőben, meg egy tréningnadrágban, hát mondjuk úgy, hogy elég furcsán nézett rám, amit igazából megértek, mert tényleg elég furcsán nézhettem ki így ebben az összeállításban egy alkalmi sminkkel. Igazából nem tudom, hogy melyikünk volt jobban zavarban, ő vagy én. A négyes kérdés, hogy melyik YouTube csatornát csekkolod mindig, hogy van-e új videó. Kettő ilyen van, mindkettő külföldi videós, az egyik az Tati. Egyszerűen imádom a videóid, mégpedig azért, mert nagyon hasznosak, nagyon informatívak, szerintem nagyon értelmesen beszél, és tényleg mindenféle sminket lehet nála látni, drágábbat, olcsóbbat, drogériásat, luxus termékeket, szóval tényleg mindenki megtalálhatja nála azt, amire ő kíváncsi. Minden fontos információt megosz velünk a termékekkel kapcsolatban, úgyhogy én nagyon szeretem az ő videóit. A másik pedig Nicole Guerrero, egyébként mindkettőjüknek a YouTube csatornáját beteszem majd a videó alatti leírásba. Nicole Guerrero-t azért szeretem, mert neki a személyisége az, ami nagyon-nagyon bejön nekem. Ő egy nagyon vidám, nagyon lazan, nagyon pozitív csaj. Szeretem a kedvences videóit, szeretem a vlogjait, szerintem tök jó személyisége van, és ez nekem nagyon jól átjön a videókon, és mindig nagyon felvidítanak az ő videói. Az ötös kérdés, hogy a videózást vagy a szerkesztést szereted jobban? Én azt mondanám, hogy mindkettőnek megvan a maga szépsége, de a videózást azt jobban szeretem, mert nagyon szeretem az egész rituálét, ahogy rákészülök a videózásra, megcsinálom a sminkemet, átgondolom, hogy miről akarok videózni, miről szeretnék beszélni, mik azok a fontos dolgok, amiket mindenféleképpen szeretnék megemlíteni, illetve maga az, amikor leülök videózni, és beszélek hozzátok, vagy legalábbis próbálom elképzelni azt, hogy hozzátok beszélek. Én nagyon szeretem ezt a folyamatot. Magát a szerkesztést is szeretem, csak azért az egy komplexebb dolog, meg szerkesztés közben előfordul, hogy felszoktam magam idegesíteni, hogyha például a vége előtt egy kicsivel
lefagy a gép, vagy összeomlik a szerkesztő program, vagy amikor visszanézem a videót, akkor kiderül, hogy nem egészen olyan lett, mint amire én számítottam, vagy nem tudom azt megcsinálni, amit elterveztem, vagy szerettem volna, vagy úgy megvágni, ahogy én akarom, vagy nagyon rosszak a fényviszonyok. Szóval azért a szerkesztés az egy kicsit összetettebb és komplexebb dolog, és ott azért vannak olyan részek, amik mondjuk kevésbé élvezek, úgyhogy én azt mondanám, inkább a videózást szeretem jobban. A hatos kérdés az, hogy mi a kedvenc technikai kütyüd a videózáshoz kapcsolódóan. Ez nem feltétlenül egy kütyű, hanem ez egy program tulajdonképpen. Én régebben úgy videóztam, hogy a férjem állította be nekem a kamerát, ugye ő így megnézte, hogy képben vagyok-e, befókuszált, és akkor elindította nekem a felvételt. És ez egészen addig így volt, amíg a férjem rájött, hogy a kamerához ugye van egy CD, amin különböző programok vannak, és van rajta egy olyan program is, amivel a kamerát össze lehet kötni a számítógéppel, és amikor videózom, így rá tudom kötni a kamerát a számítógépre, és a számítógépen tudom nézni azt, hogy mit csinálok, beállítani a fényviszonyokat, a fókuszt, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag én magam tudtam csinálni a videózást, nem kellett a férjemre várni, hogy neki mikor jó, ő mikor ér rá, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog számomra, és nagyon örülök, hogy ez neki ilyen szépen jutott. A hetes kérdés az, hogy mi az, amit nem látok, amikor nézitek a videóimat. Elsősorban a káoszt, ami körülöttem van, mert főleg mondjuk egy ilyen szerzeményes videó, vagy egy Mi van a postaládámban videó, vagy akár egy smink videó végén is, az asztal vagy a kanapé a videó végére körülöttem egy ilyen csatatérré változik, mert hogy ugye amikor videózok, akkor közben amit használtam, vagy megmutattam nektek, azt csak így ledobom magam mellé, és már megyek is tovább, és így a videó végére gyakorlatilag körülöttem mindenhol sminkek, kozmetikumok vannak, szanaszét dobálva, egy ilyen szőnyeget alkotva, és hát igen, azt utána elég gyorsan el kell pakolnom, mivel ha valami elől marad, akkor Lé arra azonnal ráugrik. A másik pedig, amit nem láttok, ami szerintem elég sok videósnál így van, az, hogy általában deréktól felfelé vagyok úgymond így kicsi fel, tehát ugye kisminkelem magam, meg felveszek egy szép felső részt, de alul szeretek kényelmesen lenni, tehát én nem fogok egy farmert felvenni videózáshoz, vagy egy bőrleggingset, vagy nem is tudom micsodát, vagy egy olyan alsó részt, amiben kényelmetlenül ülök, mert akkor egyszerűen nem érzem komfortosan magam, és zavar videózás közben. Nem azt mondom, hogy pizsoma nadrágban videózom, tehát én azért nem vagyok ennyire, hát, hogy is mondja, nincs bajom azzal, aki pizsoma nadrágban videózik, szoktam látni, hogy mutogatják, hogy ilyen mindenféle nagyon cuki, feliratos, színes, vidám, plüss, puha pizsi nadrágban videóznak, én általában egy kényelmes pamut leggingsben szoktam ülni, vagy ne adj Isten, tréning nadrágban, mint ahogy ezt a futáros sztorinál is meséltem nektek. De hát nyilván ezt ti nem látjátok. A 8-as kérdés, hogy mikor szeretsz leginkább videókat nézni, egyértelműen este, amikor ugye Lili már lefeküdt, akkor én is ugye rendet rakok, lezuhanyozom, és akkor utána szépen előveszem a tabletemet, és megnézem, hogy milyen új videók vannak azokon a csatornákon, amikre fel vagyok iratkozva. Ez nekem már egy ilyen esti rituálé, engem ez nagyon jól kikapcsol. Nekem egyébként nem is nagyon működik ez a háttérzaj videózás, maximum olyan videóknál, amikor mondjuk valaki kérdezfelelek videót csinál, vagy valamilyen tag videót csinál, tehát amikor csak beszél és nem mutogat dolgokat, mert onnantól kezdve, hogy valaki mondjuk egy haul videót csinál, vagy olyan videót, ami mondjuk egy smink videót, ami, hát ezt oda kell nézni, ott figyelni kell, hogy mit csinál, mit mutat, milyen swatchokat húz, vagy milyen sminket csinál, hogy csinálja. Tehát ezeket én nem tudom háttérzajnak betenni, mert ott látni akarom, hogy mi történik. A 9-es kérdés, hogy mi az a dolog, amit megtudtál a kameráddal kapcsolatban, és megváltoztatta a videózási folyamatot. Hát ez ugyanaz, amit mondtam az egyik korábbi kérdésnél és a kedvenc technikai kütyüs kérdésnél. Ez az a program, amivel összetudom kötni a kamerát a számítógépemmel, és így ugye videózás közben a számítógépen tudom nézni azt, hogy mi történik, meg ott tudok állítgatni különböző dolgokat. Végül az utolsó kérdés, mit csinálsz rögtön videózás után? Itt több opció is van. Hát egyrészt sokszor hallom már, hogy Lili mocorog oda bent, úgyhogy ilyenkor gyorsan szét szoktam húzni a kamerát meg a gépet, biztonságos helyre teszem őket, és utána megyek is be Lilihez. Vagy hogyha hallom, hogy nem ébredt még föl, akkor át szoktam másolni a gépre a videókat, és van, hogy el is szoktam kezdeni megvágni. Olyan is volt már egyébként többször is, hogy videózás után azonnal meg tudtam vágni a videót, mert Lili olyan sokáig aludt. Ez mondjuk úgy az esetek 50%-ában fordul elő. Illetve olyan is szokott lenni, hogy egyszerűen csak megállok,
és örülök, hogy sikerült fel bennem egy videót. Ugye azért nálam egy 16 hónapos gyerkőc mellett jobban el kell gondolnom, hogy mikor tudom beilleszteni a videózást a napi rutinunkban. Így amikor sikerül felvennem egy videót, akkor mindig nagyon megörülök, hogy jól van, akkor ez is megvan, erre a hétre is lesz videó, nem maradtok videó nélkül, és akkor kicsit így ücsörök itt megkönnyebbülve a kanapén. És örülök, hogy sikerült egy újabb videót felvennem. Ennyi lett volna ez a 10 YouTube titok tech videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Én azért gondoltam, hogy ez jó pofa lehet, mert gondoltam, hogy így egy kicsit beleshetek abba, hogy hogyan is működik nálam a videózás. A kérdéseket be fogom tenni a videó alatti leírásba, úgyhogy ha valaki szeretné megcsinálni ezt a teget, akkor nyugodtan tegye meg. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!